Napok óta dolgoznak a munkagépek itt a Fürdő utcán. Aki járt erre az elmúlt időszakban, már láthatta, hogy járdát építenek a szakemberek. A Városüzemeltetési Társaság még 2014-ben kezdett el nagyszabású járda felújítási és építési programot, ezt önkormányzati forrásból finanszírozzák. A Kemecsei és Berenát utca összekötő szakaszán, a Fürdő utcán egy teljesen új járdát építenek, összesen 884 méter hosszban. Sóstón évről évre egyre több a turista, az ő biztonságukat is szolgálja a mostani beruházás, de régi lakossági igény is volt a járda kialakítása. A Nyírvévé az elmúlt időszakban több szakaszt is korszerűsített a belváros környékén is. Másik két helyszínen már befejeződött a járdafelújítás. Az egyik volt az Árpád utca 75-91 számú társasházak mögött a tömbelsében lévő 229 méter hosszú járdaszakasz, a másik felújításunk pedig a Kost utca, Sarkanty utca, Epreskert utca tömbelsőt érintette, ott 532 méteren tudtuk megújítani a régi töredezett balesetveszélyes járdaszakaszokat. Az Árpád utca és a Kost utcai beruházás nettó 47,5 millió forintba került, ez a Fürdő utcai pedig nettó 37 millió forintba. A beruházás jó ütemben halad Sóstón, a szerződés határideje november 15-e, így legkésőbb nagyjából egy hónapon belül elkészül ez a járdaszakasz.